Átadták a Tűzoltó utca 33/B szám alatti kívül-belül felújított önkormányzati bérházat. A felújítás előtt 34 darab, többnyire egyszobás garzonban laktak a bérlők, komfort nélkül, tehát a függőfolyosó végére kellett kijárniuk WC-re. A munkálatok során nagyobb lakásokat alakítottak ki, így 26 komfortos, illetve összkomfortos lakás létesült. Mostantól tehát belső és középső Ferencvárosban nincs több komfort nélküli lakás. Bejelenthetjük, hogy az egyes országgyűlési körzet komfortossá vált. Ez azt jelenti, hogy a Tali Kálmán utcától északra Ferencvárosban nincsen komfort nélküli lakás, nincs alacsony komfortfokozatú lakás. A 9. kerület 80 hektáros, 44 tömböt érintő városrészén az elmúlt években 1200 lakás újult meg, és több ezer család költözhetett modern otthonokba. A legtöbb háztömb felújításánál, így itt is, figyeltek arra, hogy megőrizzék a ház eredeti építészeti stílusát. A temesvári tömb 6 házából ez a harmadik, amelyet felújítottunk, ezt már 100%-osan saját erőből, ferencvárosi polgárok adóforintjaiból, és a másik 3 házat pedig az államon keresztül a Szemüvesz Orvostudományi Egyetem fogja hasznosítani egyetemi épületek céljára. A munkák során a belső udvar, így a lakások is világosabbak lettek. Az udvar zöldült, az emeleten még erkélyes otthonok is létesültek. Az épület liftet kapott, a pincét, a padlót és a falakat pedig alaposan leszigetelték, hogy a régi házakra jellemző vizesedést, penészedést megakadályozzák. Nem is tudok erre mit mondani. Komolyan van, annyira örülünk, hogy 20 éve éltünk ott, 3 gyerekünk lett, és végre külön szobába tudnak menni a gyerekek. Kicsit nő az életterünk, nagyobb a fürdőszobánk, külön van a WC-nk, világosabb a tér. A 3 gyerekes családnak valóságos csoda, hogy a korábbinál jóval nagyobb, másfél szobás lakásba költözhetnek. De egy másik lakó, a 2 gyerekes Noémi is átvehette új bérlakása kulcsait. Balázs Béla utcában lakunk, Balázs Béla 27B-be, 4-en élünk egy 25 négyzetméteres lakásba, és onnan költözünk át ide. 2 gyerek van, és a beteg apukám. Igazából 4-en élünk egy szobába, és most nagyon boldogok vagyunk. A polgármester arról is beszélt, fontos, hogy olyan épületek is megújuljanak, amelyek nem hoznak profitot, de segítenek a rászorulókon. A kerület vezetője az ingatlanfejlesztési nívódíjjal 2-szer is elismert városrehabilitáció legnagyobb eredményének nevezte, hogy sikerült átlagosan 2/3 arányban magántőkéből finanszírozni az ingatlanfejlesztéseket. Ha ez így megy tovább, 10-15 éven belül befejeződhet Ferencváros teljes komfortosítása.